Na, szevasztok srácok, úgy gondoltam, hogy csinálunk egy kis ilyen grafikai összehasonlító videót, basszus, hát még beszélni se tudok. Arra gondoltam, hogy megpróbálom, hogy hogy néz ki most így az a játék, a legelejétől. Tudjátok, ilyenkor még a szar videókártyával szoktam nyomni, aztán így, hú, basszus, azért változtak a dolgok, nézzétek már. Minden ilyen tök csillogó, meg minden, ezt elrakom. Menjünk tovább. Fú, nagyon jól néz ki. Igazából oda kellett volna visszamennem, hogy itt van az az atomrobbanás, de sajnos nem lett meg a mentésem. Úgyhogy, ó, csautány. Minden olyan tök jól néz ki, és leginkább ezek az atmoszféra effektek, amik nagyon, nagyon kurvat jól néznek ki. Így mindenhol így jön a gőz. Kurva jó szerintem, srácok. Rohadt jól néz ki minden. Na, menjünk. Ó, ott egy csótány. Itt valahol volt egy vascső ezelőtt, az miért? Miért nincs az anyád? Jó, együttéstől hegyhidelni lehet őket, hogyha nem egy nagy cucc. Jó, hát igazából itt nem volt semmi szerintem, nem. Nézzétek, mi ez? Mosselkedett mindig? Vagy mi ez? Felirat, tudjátok, szoktak ott lenni ilyen a izébe. Ilyen mosdókban, na. Tovább. Tüdü. Hoppá, csótányt agyon csapta az ára? Na. Csótányt agyon csapta az áram, csótányt agyon csapta az áram. Tüdüdüdüdüdü. Ó! Anyád! Ezek nem nagyon sebeznek szerintem. Hoppá! Hoppá! Mi van nálatok? Semmi. Csótányhús. Na, itt megint itt van az izé, a halászgatjás csávó. Itt ennél megint semmi nincs. Where is everyone? Jó. Csótányhegyek. Rohadt életbe. Francba már. Felveszem ezt, hát, hogyha meg kéne ennem. Jó. Szerintem valamit lootolni azért kellene, körülnézünk. Mi ez? Keeper, haho. Mi a franc? Ki vagy te, vagy hol vagy? Mi ez? Itt, jobbra a képernyő. Jobbra? Nincs képernyő, vaze. A másik Jó, jobbra. másik jobbra, kösz. Jó, oké. Na várjátok, mi képernyő? Ez az? Na végre. Mit na végre, basszus? Ne szórakozzál vele, mi volt ez? Gyere elő, miért? Mit akarsz tőlem? Mi a francot akarsz tőlem? Mi az, hogy mit? Hát téged kereslek. Hé, ne szórakozzál velem, gameplay ezek éppen. Jó, de beszélnem kellett veled. Aztán mégis miről kell beszélned velem a játékban? Hát szeretnék üzenni a barátomnak. Szóval, kedves Tamás, azt mondtad, hogy már nem vehetek semmilyen Mi? ajándékot karácsonyra, hiszen a karácsonyi ajándékunk már megvolt, mert elmentünk a Two Cellos koncertre. De hát valamit mégis ki kellett találnom. Így hát ezt az ajándékot szeretném neked adni. Nagyon-nagyon boldog karácsonyt kívánok, és szeretném, hogy tudd, hogy nagyon-nagyon szeretlek. Ó, ennyi volt az egész? Ja, persze, bocsi, csak ennyit akartam. Hát jó van, boldog karácsony neked is, de most már szevasz. Szia, Keeper papa, neked is boldog karácsony. Jó, neked is boldog karácsony, basszus, de mi volt ez a közjáték, gyerekek? Hát el nem hiszem. Meg mi az a Gyurcsány Lost koncert, vagy mi az? Az valami szocialista rendezvény, vagy mi a túró akar lenni? Hát, ilyet még nem láttam. A francnak is lehet menni az ajtón. Mi volt ez, gyerekek? Én ezt nem értem. Lehet ilyet csinálni, hogy egy külső ember beszállhat az izébe, a számítógépbe, ide bent? Basszus, ez több mint meglepő. Na, srácok, gondolom így mindenkinek kiderült a végére a videónak, hogy ez egy ilyen meglepetés akart lenni. Judit keresett meg, hogy boldog karácsonyt szeretne kívánni a barátjának. Én természetesen belementem, sőt, még egy kicsit így csináltunk egy ilyen csavart is bele, hogy gyakorlatilag a játékon belül tud boldog karácsonyt kívánni. De nem is ezt akartam mondani, hanem szeretném megragadni az alkalmat, hogy nektek is boldog karácsonyt kívánjak. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok velem, és itt voltatok velem ebben az évben is, és talán még kitartatok mellettem a jövő évben is. Tényleg mindenkinek boldog karácsonyt, és tényleg köszi srácok, hogy itt vagytok velem. Nekem nagyon-nagyon sokat jelent, és nagyon örülök neki. Na, jók legyetek, sziasztok!